aztán megmutatom őnek is, visszafordítom, és már is szabad. Az önvédelmi fogásokat tanítja Szűcs Zsolt tavalyi felvételeinken. Többek közt ezzel, de a lövészettel, a programozással és a főzéssel is ismerkedhettek a gyerekek tavaly nyáron. Nagy sikert aratott a frappánsan, Kisinasnak keresztelt tábor, melyet épp ezért idén is megszerveznek. Maga a Kisinas tábor, ez nem más, mint egy pályaorientációs foglalkozásokat lebonyolító hét általános iskolásoknak. Tavalyi nagyon nagy sikerrel zárult, a gyerekek gyakorlatilag délután 4 órakor nem nagyon akartak még hazamenni, nagyon jól sikerült. Tulajdonképpen a két intézménynek a képzési profilját mutatjuk be nagyon játékos módon, hétfőtől egészen péntekig, nincs két egyforma nap. Az egy hét folyamán csoportos készségfejlesztő játékokon, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, ismerkedve a két iskola, a Dózsa és a Kossuth által tanított szakmákkal. De nem csupán az intézmény falai közt zajlik a tábor. Ez alatt az 5 nap alatt, 3 alkalommal, 3 délután a Kereskedelmi és Iparkamara segítségével buszos kiránduláson vehetnek részt, céglátogatásra mennek a diákok. Olyan cégeket néznek meg, akik mindenképp valamilyen kiemelkedő dolgot tettek már le az asztalra az ipar területén, és akik egyfajta motivációt adhatnak a fiataloknak. Így gyárakban, illetve az iskola több épületében is ismerkedhetnek a gyerekek, többek közt a cukrászattal, a fodrászattal, a pincérkedéssel, az esztergálással, az informatikával és akár a rendészettel is. Dózsa alatt található alaksorban van nekünk egy lövész termünk. Ott a gyerekek kipróbálhatják, milyen igaziból lőni, természetesen pedagógus kíséretével. Ugyanígy elviszük a gyerekeket a vadonatúj pékcukrászta a műhelyünkbe, de például a Kossuthnál megnézik, hogy az egészségügy ágazatban mondjuk egy betegnek hogy lehet megvizsgálni a legfontosabb betegségeit. A Kisinas tábor idén június 25-től 29-ig tart. A jelentkezéseket már fogadják az iskolában.